Üres padsorok a tárgyalókban a nyíregyházi törvényszéken. A tavalyi év személyes meghallgatásait még jelentősen korlátozta a koronavírus. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség azonban már felkészültebben reagált a járvány hullámaira. Az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően egyre több ügyész végezte munkáját otthonról, sok tárgyalást pedig távmeghallgatással tartott meg a bíróság. A főügyészség a napokban tette közzé 2021-es évértékelőjét, melyből kiderült, tavaly összesen 10.794 bűncselekményt regisztráltak, ebből csaknem 3.000-et tettek ki a közokirathamisítások. Ez megyénknek egy specialitása, egyrészt a határátkelőkön, ukrán-magyar határon, román-magyar határon, a határátkelés során hamis útleveleket, hamis forgalmi vezetői engedélyeket használnak fel, illetve a veszélyhelyzet kapcsán előfordul több esetben, több tucat esetben, hogy a beutazást korlátozta a Magyarország a külföldiek számára, viszont munkavállalási céllal be lehetett utazni Magyarországra, és hamisították ezeket a munkáltató igazolásokat, hogy bejussanak az országba, és aztán tovább mehessenek Nyugat-Európába. Az elmúlt évben még bűncselekménynek számított a fiktív lakcímbejelentés, azonban idén január 1-től ez már nem bűncselekmény, így az ukrán-magyar határ közelében lévő falvakban ilyen bűncselekmény már nem történhet ezentúl. A tavalyi évben 8 emberölés történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez ugyan 2-vel kevesebb, mint az azt megelőző esztendőben, de továbbra is soknak számít országos viszonylatban. Vagyon elleni bűncselekmények között gyakorinak számított a lopás és a bolti rablás, de jelentősen nőtt a csalások száma is. Nem hagyományos csalásokról van szó, hogy ígér valamit és nem teljesíti. Internet és telefon az elkövetés eszköze. Nagyon sokan estek abba a csapdába, hogy interneten megrendeltek valamit, általában kéztől használt dolgot, és nem kapták meg, de a pénzt előre elutalták. Ez már egy csalás. A másik fajtája az ilyen internetes csalásoknak az úgynevezett unokázós csalás, amikor azzal hívnak fel idős embereket, hogy az unokájuk balesetet szenvedett, és ahhoz, hogy ne vigyék el a rendőrök, ne kerüljön bajba, szükség lenne azonnal több százezer vagy millió forintra. Több idős ember ezt elhitte, megjelentek nála csalók, odaadták a pénzt, persze semmiféle balesetről, meg semmiféle veszélyhelyzetről nem volt szó az unokát illetően. A megyei főügyészség sajtószóvivője hozzátette, a közlekedéssel kapcsolatos bűncselekmények és a közúti balesetek száma csökkent 2021-ben. Jelentősen kevesebb ittas sofőrt fogtak el, korábban a rendőrök és az ügyészek rendre 600 körüli ilyen esetet regisztráltak egy év alatt, tavaly ez a szám 491-re csökkent.